Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor a Kossuth Rádióban. Az egyik legismertebb fiatal magyar történész a II. Világháború utáni társadalmi folyamatokat és a nőtörténetet kutatja, és neki köszönhetjük, hogy most már azt is tudjuk, kik küldtek puszit Kádárnak, mióta kapható Magyarországon Túró Rudi, és miért szedtek anyáig Marok számra Szeduxent. Köszöntöm Önöket, Farkas Adrián vagyok. Vendégem Tóth Eszter Zsófia történész, a Clio Intézet kutatója, akivel tegeződni fogok, ugyanis ő azok közé az interjú alanyaim közé tartozik, akivel az első találkozásunkon összebarátkoztunk, köszönhetően Eszter közvetlen és barátságos személyiségének. Szüleim könnyen kapcsolatot teremtettek, szerintem egyébként ennek az volt alapvetően az oka, hogy apukám egy első generációs értelmiségi volt, és amikor a faluról feljött a nagyvárosba, akkor erről mesélt is, hogy a legjobb barátjával, aki aztán egész életében a legjobb barátja maradt és újságíró lett Pesten, hogy erről így sokat beszélgettek, hogy hogyan fognak tudni beilleszkedni, és azt mesélte, hogy ők évekig készültek a faluban arra, hogy majd ugye egyetemre felvételiznek, és mi az, ami sikeres stratégia lehet, és akkor ugye ez, hogy apám tényleg olyan volt, hogy bárhova mentünk, ő két perc alatt bárkivel beszélgetett, kapcsolatot tudott teremteni, és hát ugye én ezt láttam, mint mintát otthon. Másrészt én nagyon jó tanuló kislány voltam. Kötelességtudó voltál, vagy tanítónénének akartál megfelelni, vagy magadnak? Még rosszabb, magamnak. Úgy tudtam lázadó is lenni, emlékszem, hogy sok órán unatkoztam, ugye a 80-as években vagyunk, azért akkor ez még nem volt annyira interaktív. Volt túl szórakoztató, igen. Igen, de mondjuk a könyvet mindig olvastam a pad alatt, például emlékszem Ignác Rózsától a Róza leányasszonyt, és akkor jött a tanár, meglátta, visszahőkölt, hogy mennyire vastag ez a könyv, és hagyott olvasni. Na, tehát, hogy inkább ez ilyen belső parancs volt, és hát egyébként nem voltam kitűnő tanuló, voltak tárgyak, amikből mindig négyesem volt. Jó, hát azért ez nem tragédia szerintem. Jó, hát ezek ugye a természettudományos tárgyak voltak természetesen. És akkor rögtön tudtad, hogy történész akarsz lenni, vagy egyszerűen csak egy olyan kislány voltál, aki imádta, ha mesélnek neki, például a te történészi hitelességet, ez szerintem nagyon hozzátartozik, hogy amikor írsz, akkor mindig elmondod a saját példáidat, hogy mi volt a nagymamáddal, a dédivel. Már én is tudok tájékozódni a te családodban, de ez nagyon-nagyon hitelessé tesz. Ezt egyébként, hogy egyáltalán merek ilyesmit csinálni, mert ugye azért a magyar történész szakmában inkább az van, hogy nagyon-nagyon szakmaiak vagyunk, és nem beszélünk magunkról. Ez annak köszönhető, hogy egyetemistaként, doktorandusként Franciaországban hosszabb időt töltöttem, és ott láttam, hogy ez teljesen természetes, hogyha valaki mondjuk ír egy történészi szakmunkát, hogy abba azért beletesz saját történeteket is. Innentől kezdve lettem úgymond olyan bátor. Egyébként pedig mindig a magyar meg a történelem volt, ami a legjobban ment, de sosem kellett úgymond tanulni. De erősen ott volt el mögött tényleg az, hogy apám főiskolán tanított műszaki területen, viszont imádta a történelmet, és ez a bizonyos barátjával gyakran összejártak, és mindig a történelemről beszélgettek. És vitatkoztak, vagy csak beszélgettek? Én inkább azt mondanám, hogy beszélgettek, ők valahogy egynézetlen voltak ugye, a világlátásukban. Hallgattam kisgyerekként, meg volt, hogy elvittek magukkal, volt benne olyan is, hogy ilyen kocsmajáró túrákra. De azok a legnagyobb bulik, nem? Igen. A gyereknek akkor élmény, ha kihallgathatja a felnőttek beszédét. Pontosan, nagy hatással volt rám, ugye időben a 80-as évek közepén vagyunk, és akkor már lehetett érezni, hogy itt valami óriási változás lesz. Izgatottan figyeltük mind a világpolitikát. Én folyamatosan azt hallottam, hogy ilyesmikről beszélnek. Tehát, hogy a történelem az valami nagyon-nagyon izgalmas dolog. Amit meghallgatunk, az a Neotontól lesz a maraton. Nekem rögtön az jutott eszembe, hogy talán azért a maraton, mert nagyon szeretsz futni, de utána meg az is jutott eszembe, hogy ugye te vagy a Kádár rendszer egyik legismertebb szakértője, és hát a Neotonnál Kádár zenekart szerintem kitalálni se lehetett volna, meg hát őket is kitalálták. Mindkettő benne van. Az egyik az az, hogy én mindig is nagyon szerettem a Neotont. Nálam ezt semmi nem tudta megváltoztatni. Amiért ezt választottam, igen, a futás miatt, mert futás közben most is futok egyébként, csak most kicsit kevesebbet, ugye a legtöbb az félmaraton volt. Ez az egyik ilyen motivációs zeném. Ráadásul ugye ez pont ahogy kezdődik, hogy régi idők, antik idők, ugye a görög, aki hegyre fut, hát hogy ebben benne van a történelem. Ami nekem fontos, ez mindkét dolog benne van, a történelem és meg a futás is. Számomra ez egy ideális zene. Te
Te melyik fajta futó vagy, az, akinek kiürül az agya és pihen, vagy pedig az, aki a világ összes nagy problémáját megoldja futás közben? Az utóbbi ilyenkor szoktak a legjobb ötleteim lenni, mind a éppen aktuális munkában, amit írok. Bevillan valami. Nem annyira régen történt az, hogy megírtam egy szintén részben gyerekkori történetet, hogy a házunkban lakott egy nő, aki kis tartsára internált volt, és ez is futás közben villant be, hogy ezt milyen jó lenne megírni az ő történetét. Igen, mert hogy ez egy valójában egy ilyen meditatív állapot, amikor az ember fut, és az endorfin kezd belőni az agyába. Igen, de azért tegyük hozzá, hogy szerintem nem mindig jön az endorfin. Ezért is jó mondjuk a ilyen számok, mint a neotontól a maraton, ami átsegít a nehézségeken, mert hogyha a görögnek sikerült akkor a maratont is lefutni, akkor nehogy már a mai félórás, 5 kilométeres adagomat ne tudjam teljesíteni. Régi idő. Hogy jött az, hogy a Kádár rendszerrel foglalkozik? Én nagyon szerettem mindig is emberekkel beszélgetni, és a 90-es években az egyetemen, ahol most is egyébként tanítok, a gazdaság és társadalom történet tanszéken, volt egy választható óra, amit Hegedűs B. András tartott, ő egy 56-os elítélt volt, és nála volt egy ilyen óra, hogy interjú és interjúzás, és biztatott arra, hogy miért is ne próbálnám meg, akkor éppen sztahanovistákat és élmunkásokat vadásztunk Horváth Sándorral és Majtényi Györggyel. Elmentem hozzájuk beszélgetni. Egy olyan világ tárult fel, ami ma már nincsen, sőt, ma már egy, hát egy ilyen teljesen lesújt világ, rengeteg Moldova kötet, világirodalom remekei, és mindeközben ezek a bácsik és nénik, akik ugye arról beszéltek, hogy hogyan kaptak Kossuth díjat az 50-es években. Veszed, de ezt az ember hogy éli meg, hogy ott ül melletted egy ilyen munkás, aki Kossuth díjat kapott, és ez valójában halálosan komoly, de közben meg annyira abszurd, hogy úristen, csak azt nézed, hogy ez egy adat? Nem, hát mindig is szerettem ezeket a kettősségeket az életben, mert ha megnézed az életnek minden területén, ott van a komolyság, meg a vidámság együtt, és sose adatnak néztem őket, hanem az embert milyen életút stratégiája lehet egy fiatal lánynak, aki feljön Pestre a háború után, cselédként kezd el dolgozni, ami nekem már akkor egy meglepetés volt, mert ugye azt tanultuk, hogy cselédek már pedig nem voltak. A Kossuth díjasok, azoknak milyen életút vezetett a Kossuth díj. Tényleg az a vicces, hogy véletlenszerűen választották ki őket. Gyárban dolgoztak, megállt előttük a művezető, hogy már pedig fel kell jönni az irodába, és mondjuk ott voltak öten, ugyanolyan munkáslányok, és ugye még egy följebb levő párt. Ember, aki ebből az öt munkáslányból kiválasztotta, akik tényleg teljesen hasonló paraméterekkel rendelkeztek, hogy az egyiküket felterjeszt minden gyárban, ezt így végigjárták, és mikor ugye a legfelsőbb döntés elé került, akkor már gyakorlatilag ketten voltak versenyben, és akár mondjuk úgy, hogy melyik volt csinosabb, kiválasztották az egyiket. Ez nem vicc tényleg. Az első interjút, amit hallottam veled, a Puszi Kádárnak című könyvről volt szó, és hogy volt ez, hogy kiküldött Puszit Kádárnak? Ez volt az első könyvem, mert ott az volt, hogy Kádár János ellátogatott 68-ban a budapesti harisnyagyárba, amit ugye nekem ezek a munkás nő interjú alanyok meséltek el, hogy volt közülük egy olyan, aki ott fel is szólalt, hogy ő annyira szeretne egy puszit adni a Kádár Jánosnak. Kádár egy olyan diktátor volt, aki nyitott volt az ilyesmikre. Meg lehetett puszilni. Igen, és meg lehetett puszilni. Megvan róla a felvétel is, és a nő ettől boldog volt. A következő zenénk az Alphaville-től a Sounds Like a Melody lesz. Emlékszem, volt egy nagyon jó barátnőm, akivel a Music Television néztük, és akkor ugye ez volt az egyik kedvenc. De ami miatt most ezt választottam, az az, hogy én viszonylag későn jöttem rá arra, hogy ezek az együttesek ma is koncerteznek, úgyhogy tavaly fogtam a fiamat, és elmentünk Svédországba egy Alphaville koncertre. Na és milyen volt?
Hát fantasztikus. Amikor a Marianne Gold fölment a színpadra, az nekem olyan volt, mint egy kamaszkori álomnak a beteljesülése, és Stockholmban egy kis klubban volt. Egy csomóan úgy voltak, mint én. 40-es generáció és a kamasz gyerekeikkel. És egyszerűen elmondani nem tudom, hogy ez mennyire klassz érzés volt. Ráadásul ugye ezt a számot mindig minden koncerten máshogy játsszák el egy picit. Tehát, hogy így improvizálnak hozzá. A fiam is azt mondta, hogy ez rendben van. Ide jött hozzánk egy kutya, aki végig szaglászott téged, érezte rajtad a kutya szagot. Nekünk is vannak kutyánk, és vele hál' Istennek rengeteg kaland, sőt, ezt igazából még nem is nagyon meséltem el, de a kutyánkról írtam egy mesekönyvet. Ő egy kis beagle, és nagyon szép. Igen, ugye Buk Fence, és a fiam 10 éves volt, amikor karácsonyra megírtam neki egy mesekönyvet róla, de ezt aztán végül nem adtam ki, ez csak egy ilyen plusz dolog lett. Sokkal több álmom megvalósult, mint amit terveztem, tehát ezen így szoktam így elfantáziálni, hogy amikor 25 éves voltam, és ezt mondták volna, hogy 14 könyvem jelenik meg, 200 tanulmányom jelenik meg, évente 60 előadást tartok, tehát ez ilyen hihetetlen lett volna, plusz hát akárhogy is nézzük, de nekem az volt az álmom, hogy egy gyerekem legyen, és hogy egy fiam legyen. És egy nagyon jól sikerült fiam. Így van, és hogy ezek így sikerültek, úgyhogy én most úgy abban az életszakaszban értem, hogy úgy érzem, hogy át tudom adni a tudásomat, tehát ez nagyon klassz érzés, hogy jönnek utánam, vannak tanítványaim, hát most már gyakorlatilag majdnem 20 éve tanítok. És most menő a Kádár rendszer tanulni, az divatos? Ez retro, ugye, hogyha berakjuk valahova? Nem mondanám menőnek, inkább egy olyan érdekesnek. Imádok kutatni, 80 évesen is tele leszek témával. Internálás és a kitelepítés a fő témám, rengeteg anyag van, tényleg nagyon sok mindent összegyűjtöttem. Nagyon sok levelet kaptam, olyanokat a cikkem után, amiben ugye a Nóreni történetét megírtam. Saját nagypapájukról írtak, hogy sírtak a cikket olvasva, kutassam ki az ő nagypapájukat, és amit nagyon szívesen megteszek. Tehát, hogy úgy érzem, hogy most megint találtam egy olyan pontot, ami az ember emberi sorsok történetéből nincsen feltárva. Itt van az 56 utáni internálások története, azt sem nézte meg senki. Annyi anyagom van, hogy egy évig is tudnék írni. Idén évelején az intézetünkkel rendeztünk egy Donkanyar emlékkonferenciát, és fontos, hogy eljutassuk az emberekhez, van YouTube csatornánk, interneten publikálunk, ami hozzám nagyon közel áll, és egyszerűen csak így nézem, hogy így megy föl a számlálót. Tehát, hogy érdekli az embereket. Egyébként fölmerült az is, hogy most mi lesz ebben a bezártságban, a mi kutatási eredményeinkkel, és én azt mondtam a kollégáknak, hogy nincs okunk aggodalomra, mert pont az ilyen időszakok, mint egy járványidőszak, arról szól, hogy többet akarunk olvasni a múltról, a történelemről, vagy meghallgatni előadást, és nagyon fontos látni a megküzdési stratégiákat. Lehet, hogy ezt el is mesélték nekünk a nagyszüleink, hogy ők mondjuk mit csináltak, amikor háború volt. Nálunk van egy ilyen klasszikus történet, hogy az anyukám akkor kisbaba volt, és akkor neki húzott a nagymamám ikertestvére a tehér, de ez tényleg gyerekként én is
többször hallgattam tőle, hogy a emberek lógtak a fákon, mind a közben, hogy a férje a Donkanyar után hadifogságba esett, 4 évvel később jött haza, ő megvárta. Mindenkinek vannak ilyen történetek a családjában, ez lehet, hogy a holokauszt, lehet, hogy a Donkanyar, a hadifogsága, a Málenki robot, bármi lehet ez, de hogy vannak olyan történeti tapasztalataink, ami arról szól, hogy hogyan éltünk, vagy nem éltünk túl egy történelmileg nehéz helyzetet. A Zsófi mama esetében imádtam ezt, hogy ő megvárta. 4 évig várta amúgy a férjét, hogy semmit nem tudott róla, nem kapott levelet, és egyszer csak kapta a levelet, hogy jön haza, és ezt az anyukám szokta így mesélni, hogy a kitelepítés után egy kis faluba éltek, és a vasútállomáson várták, és hogy leszállt a vonatról a hadifogó, és hogy ők milyen boldogok voltak, hogy hazajött. És végül is a lényeg, hogy a történelmi traumák, mindig azt mondom, hogy érdemes feltárni. Tehát, hogyha van egy eltűnt rokonunk, aki a Donkanyarból nem jött vissza, nem tudjuk, hogy mi van vele, azért ma már nagyon sok adatbázis a rendelkezésünkre áll, ahol utána lehet nézni, mert még az is egy megnyugvás, hogyha tudjuk, hogy egy orosz hadifogó egy táborban pihen. Tudatos, hogy a nők történeteit mondod el? Erre azt mondanám, hogy részben az. Tehát amikor ugye elkezdtem interjúzni, egyszerűen azzal szembesültem, hogy sokkal több néni, mint bácsi él, és tud interjút adni, és tud beszélni, illetve azt is megfigyeltem, hogy a nők egy nőnek sokkal inkább megnyílnak. Tényleg az ilyen családi praktikák, szülés történetek, de akár olyanról is beszéltek, hogy mondjuk, ha nem volt jó a házasságuk, hogyan léptek félre. Most ugye ezt egy férfinő relációban nem biztos, hogy az interjú alanyá elmondja. Most persze kérdés, hogy érdekes-e ez? Igen, mert ugye a magánélet története, ami végül is egy társadalom történeti téma, azért az itt viszonylag elhanyagolt volt Magyarországon, emiatt is alakult így ki, könnyebb volt írni a nőkről. Igen, de az ember elolvassa a te könyveidet, az benne a fantasztikus, hogy egy olyan korral foglalkozol, amire egy kicsit emlékszünk, de közben nem, hát például az 1968-ról szóló kötetben tele volt ilyen aha dolgok, hogy Túró Rudi. Igen, ezt ugye Murai Andrással közösen írtuk. Szerintem akkor tudunk jó könyvet írni, hogyha olyan, ami bennünket is érint, vagy átéltünk. Túró Rudi, meg a Moncsicsi, meg a Messesajt, meg a Kubai Narancs, meg a Banánér sorbaállás. Ezek nekem is alapélmények voltak, ez ugye azért a 68-as könyvünkbe került be, mert hogy akkor hozták ezeket be Magyarországra. Kádár rendszerben szocializálódtam. Ez azt jelenti, hogy én megtapasztaltam minden oldalát ennek a rendszernek. Nagyon hamar láttuk a korlátokat is. Volt olyan osztálytársam, akit nem avattak föl úttörőnek, és ezt utána 30 évvel később egy kávé mellett mesélte el, hogy miért nem, amikor egyébként rám bízta az internált nagypapájának az összes levelét, hogy nálam lesz ez ugye jó helyen, teljesen meg is hatódtam. De ami a lényeg, hogy ő akkor mesélte el, hogy őt amiatt nem avatták föl úttörőnek, mert hogy a nagypapája internálban volt, és ő a rendszer ellenségének számított. És ez ugye egy milyen szörnyű. Igen, és hogy én ugye csak azt láttam akkor, hogy nem értettem, hogy őt miért nem avatják fel. Nehogy elmondom, itt otthon hallottál, mert akkor apád börtönbe kerül, nálatok ilyen volt? Persze, minden családban vannak ilyenek, már gyerekként is tudod, hogy ez tabu, és nem fogsz róla az iskolában beszélni, igen, ez teljesen egyért. Mondok egy konkrétat, a dédnagypapám, akinek az 50-es években elvették a nyugdíjat, 92 évig élt, és nekem is vannak róla emlékeim, meg nagyon jó fej, aranyos bácsi volt. Ő mindig azt mondta, hogy majd meglátjátok, egyszer vége lesz ennek a kommunista világnak. Nem élte meg, de hát ugye az ő történeteiből is az jött, hogy mit tudom én, neki volt felvidék visszafoglalásért emlékére, meg ilyenek, hogy viszont ezekről azért ne beszéljetek. Vagy például olyan, hogy nem szerette, hogyha az anyukám piros nadrágot vett fel, mert mondta, hogy a kommunistáknak ebben sem kedvezünk, hogy te egy piros nadrágot felvegyél. Fiadat érdeklik a kutatási területeid? Amikor hazamész és találsz valami érdekeset, akkor elújságolod neki? Hát ő ugye ebben nőtt föl. Esti mese helyett is ezt kapta. Igen, mindig tudja, hogy mi van éppen, meg nagyon-nagyon jó történelemből, de azt is mondta, hogy apukája is történész egyébként, hogy ő azért nem szeretne ebben tovább menni. Túladagolást kapott meg. Igen, és hogy régebben mondta is, hogy neked anya mindenről a 80-es évek jut eszedbe. De hát ez egy poén, úgyhogy nincs ezzel semmi baj. Akkor a következő számunk a Phil Collins-tól az Another Day in Paradise. Igen, igen. Ugye ezt a hajléktalanokról írta, vagy hogy is volt? Tehát, hogy ez is egy ilyen szociálisan érzékeny téma. Igen, de ezt nem annyira a szövegem miatt választottam, hanem ugye, hogyha rendszerváltásról szoktunk gondolni, akkor nagyon sokaknak ugye a Wind of Change, Scorpions-tól ez jön elő. Nekem viszont ez a szem,
Alfavér mellett a Phil Collins volt az, aki szintén a nyugatot testesítette meg, de úgy, hogy ugye azért neki elég sok száma van, és vannak vidám játékosak, mint az I Can Dance, de ugye vannak filozófikusabb mélységűek is, mint ez a Another Day in Paradise, és én amikor ezt először hallgattam és szerettem, ugye időben 90-ben vagyunk, én akkor még nem tudtam angolul, tehát én még az a generáció vagyok, én felnőttként tanultam meg angolul, és küzdelmes volt, nem volt könnyű, tehát végül sikerült, és csak évekkel később tudtam meg, hogy ez a szövege. Viszont amiért ezt választottam, még ugye ezen felül, amikor én a felnőtt életemet elkezdtem, tehát a későbbi férjemmel, aki azóta ugye volt férjem, összeköltöztünk, mindig Phil Collins-t hallgattam. Tehát nekem ez a zene, hogy ez az ilyen boldogság, meg az életkezdet, az az érzés, hogy bármi lehet, és amikor már úgy tudtam, hogy mi ennek a dalnak a szövege, ez ami azért szintén mindig is egy alapérték volt az életemben, hogy az elesettek iránti szolidaritás, és hogy valamilyen módon az ő segítésük, hogyha lehetség. Néha ez egyébként tényleg szerintem nagyon kis dolgokban is tudunk egymásnak segíteni, csak hát akarni kell, hogy segítsünk. She calls out to the man on the street. He can see she's been crying. She's got blisters on the soles of her feet. She can't walk, but she's trying. Oh, twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, it's just another day for you, you and me in paradise. Just think about it. Megint egy aha élményem volt, amikor elolvastam, hogy Seduxent szedett mindenki a Kádár rendszerbe, és hát én most Seduxent bevennék, engem, én itt ezen a padon aludnék el, és 3 napig nem tudnának hozzám szólni, akkor pedig mindenkinek az anyukája Seduxent szedett, és mindig mindenki ideges volt, emlékszel? Igen. Az összes felnőtt ideges volt, de mondd már meg ezt, hogy miért voltak ennyire idegesek? Hát egyrészt volt az is, hogy mivel mi otthon sokat beszéltünk ugye ilyen témákról, és volt egy olyan emögött, és ezért is írok ilyenekről, mert amiről mondjuk, mit tudom én, otthon beszélgettünk, vagy akár mondjuk tapasztalati élmény volt, akkor megnézem a hátterét. És ami nagyon érdekes ebben az egészben, hogy ez egy technológiai fejlődés. Tehát nem véletlen az, hogy mondjuk a háború előtt a cselédlányok gyufát ittak és úgy lettek öngyilkosok, nem is tudtak volna akkor még tablettával öngyilkosságot elkövetni, mert ez utána jött be. És egyszerűen kíváncsi voltam ennek a hátterére, hogy mi állhat a mögött, hogy ugye a férfiak inkább alkoholisták, a nők meg gyógyszerfüggők lesznek, és ez is több generáción át öröklődő élmény, sőt, tudás, amit úgy adnak át, hogy mondjuk nem is szeretnék átadni, de ugye mondjuk a gyerek azt látja, hogy a anyukája 60-as, 70-es évek ideges volt, bekapott egy tablettát, és akkor mondjuk elaludt. Ami nem biztos, hogy jó, csak szerettem volna megérteni ezt a jelenséget. Mire jöttél rá? Akkoriban az orvosok hittek abban, hogy a világ a gyógyszerekkel előbbre fog menni, tehát azért is volt, hogy mindenki kórházban szült, és ezt akkor senki nem kérdőjelezte meg, mert hogy ezzel az orvosok jót akartak egyszerűen az embereknek. Közben meg megnyomorított lelkű csecsemők lettek, akiket elvettek az anyjuktól. Pontosan, de ugye ők ezt akkor nem tudták. Ez a tudás aztán, ahogy nőttek fel ezek a csecsemők, akkor jött. Ezt szerettem volna a cikkben is megvilágítani, hogy akkoriban az orvosokat egy jó szándék vezette, még nem látták
látták ennek a következményeit. Ez, hogy most az az óriási kérdés, megváltozik-e ezután a világunk, avagy nem változik meg? Hát igen, erre olyan kíváncsi vagyok, hogy te történészként mit mondasz, hogy amíg sétáltunk ide az erdőbe, arról beszélgettünk, hogy az embereknek van egy irreális képe a járványokról, hogy azt gondolják, hogy na most aztán mindenki meg fog javulni, miközben a történelmi tapasztalat nem ez. Nem, sőt, ugye ilyenkor van egy ilyen hedonizmus is utána, hogy csak egy nap a világ, tehát amit ugye a karanténban nem tudtunk megtapasztalni, azt akkor itt az ideje, hogy bepótoljuk. Én egyébként azt gondolom, hogy a mai járvány az más, mint akár a pestis, vagy akár a spanyol nátha volt. Ez most nem olyan, hogy végig söpör, és aztán ugyanis úgy gondolom, hogy, és ez is azért ugye egy történészi vélemény lesz tőlem, hogy túlfogyasztásban volt a világ, és nagyon élmény alapúvá vált a társadalom. Tehát, hogy úgy éreztük, hogy ha mi nem fogyasztunk éppen, vagy nem gyűjtünk be élményeket, akkor lemaradunk valamiről. És de azért te is nagy utazó vagy. Persze, igen, de ez annyiban, ott annyiból másnak tartom, hogy amint kinyílt 89 után a határ, akkor utaztunk először a szüleimmel, de ez tényleg fantasztikus élmény volt, hogy egyik évben még csak az NDK-ba jutottunk el, a másik évben már München főterén álltunk, a következő évben meg Velencében, és az azután évben meg Görögországban is tudnám folytatni. No, tehát, hogy mindig is volt egy ilyen szempontból egy csavargó vérünk, de azért most én azt láttam, hogy már az azok is utaztak, akiknek ez nem annyira egy ilyen belső tapasztalati utazás, hanem hogy ez egy ilyen fogyasztássá vált, amit én így visszanézve a történelemben, tehát én úgy érzem, hogy ez túlzás, és nem kell, és hogy most, mintha ez egy ilyen figyelmeztetés lenne. Hogy ez amikor elmegyünk Egyiptomba, és akkor az all-inclusive szállodában medencébe fürdünk, és se tenger, se kultúra, se semmi, csak éppen ott szemetelünk egész nyáron. Igen, pontosan. És hogy az, hogy az utazásnak legyen egy tartalma, hogyha belegondolunk akár az zarándokutakba régebben, hogy annak volt egy ilyen belső tartalma. Én nem voltam Kaminón, de így, hogy olvastam róla, hogy ugye ott is van, aki ezt tényleg zarándokútként fogja föl, de volt, aki számára ez már csak egy fogyasztás volt. Tehát, hogy nem is azért járta végig. Én nem azt mondom, hogy most mindenkinek egész nap meditálni kell, sőt, én még napi rendet se tudok úgymond tartani, és nem kezdtem. Hát Eszter, pedig ha az ember a Facebookot nézi, hogy mindenkinek van napirendje, éjjel-nappal balettozik és meditál, és már minden könyvet kiolvasom. Hát mi nem ezt csináljuk, amit egyébként nagyon élvezek ebben az időszakban, hogy mi mindig sokat beszélgettünk a fiammal, de hát most még több időnk van rá, és az van ugye ilyen éjszakában nyúló beszélgetés is, és most gyakorlatilag olyan családi sztorik is felbukkantak, amiről még soha én sem beszéltem. Ehhez tényleg kell az idő, meg az elmélyültség, hogyha valaki éppen egy plázában fogyaszt, és mondjuk egyik hétvégén Varsóban, másik hétvégén Milánóban van, akkor én úgy gondolom, hogy erre az elmélyültségre nem képes. És tényleg most nem azt mondom, hogy most kell kiolvasni a háború és békét, ha eddig nem tettük meg. Talán arra így egy picit, hogy utakat nyissunk magunknak, hogy mi az, amit csinálni szerettünk volna, de ebben a fogyasztási megfelelési kényszerben kimaradt, hogy ahhoz visszatérjünk. Azt is mondtam a fiamnak, hogy nekem ez olyan, mint a 80-as évek. Kevesebben vagyunk az utcán, és sokkal több mindenre jutott időnk, és hogy most ezt így egy picit újra tudjuk élni. Darvas Iván kevés olyan jóképű színész volt, mint ő. Mit is fog énekelni? Hát ugye a Várj Rámot, ezt a anyukám miatt választottam, akivel hát most sajnos már hetek óta nem találkozunk, és tényleg nem is gondoltam rá, hogy az, hogy ugye őt beraktuk egy ilyen önkéntes számüzetésbe, hogy ennyire nehezen fogom viselni, hogy nem találkozhatok vele bármi. Ő ezt nagyon szereti, és 80-es években mindig, amikor vasalt, akkor ezt hallgatta, ez az egyik oka. A másik pedig az, hogy maga Darvas Iván életútja, hogyha belegondolunk, ugye ez egy második világháborús orosz katonadal volt eredetileg, az az üzenete, hogy ha vársz rám, akkor én majd vissza fogok jönni, és ezt úgy variálgatja a dalban. Maga Darvas Iván is így járt. Én olvastam az ő visszaemlékezését, ez egy fantasztikus könyv, tehát most ugye sok időnk van olvasni, ez a lábjegyzetek. Az 56-os forradalomban ő ugye nagyon bátor volt, elment a bátyáért, aki egy koncepciós per miatt börtönben volt, és kiszabadította, és ugye őt ezért utána börtönbüntetésre ítélték. Őt, amíg a börtönben volt, nem bárta meg a szerelme, tehát ugye ez a rész ugye nem annyira vidám. Most úgy érzem ezzel a dallal, hogy annyi aktualitása van, hogyha várunk dolgokra, akkor azok meg fognak valósulni. Most ugye nem a háborúból visszatérő katonára kell, hogy várjunk, hanem arra, hogy levonuljon ez a járvány, de hogy érdemes várni, mert hogy utána valami nagyon jó lesz, hogy visszajön ez, akit nagyon szeretünk. Én mondjuk most ez kis dolog, de hogy újra találkozhatok az anyukámmal, tehát hogy ilyesmi.
Várj rám, s én megjövök, hogyha vársz nagyon. Várj rám, ha sárga köd, őszi búja nyom. Várj, ha havat hord a szél, várj, ha tűz a nap. Várj, ha nem is jön levél, innen néha nap. Várj, ha nem vár senkit ott, haza senki már. És ha unszol bárki is, hogy nem kell várni már. Mai vendégem Tóth Eszter Zsófia történész volt, a kádárkor legismertebb és legelismertebb hazai kutatója. A zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, a hangmérnök Magsai Helga, a gyártásvezető Mali Andrea és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is búcsúzik a beszélgetőtárs Farkas Adrián. Ezt a műsorunkat az éjjel egy órai hírek után megismételjük.